akarok már végtelenül élni. Mindent megkóstoltam, ízleltem a halált és az örömet. Most már az élet értelmét akarom. Mi az élet értelme? Az évek elhozták ezt a titkot is. Az élet értelme, az igazság. A tűnődés és a kételj, a kutatás és a kielégülés, a tévedések és káprázatok, a jelenségek és az egészet mögött van valamilyen közös értelem, mely sugárzik és áthatul mindenen. Ez az igazság nem tételes. Az élet eltelt azzal, hogy reméltem vagy vágyakoztam. Ember vagyok. Mindenfélét akartak tőlem, szerelmet és gyűlöletet, embertelenséget és emberiességet, és mindenki az egészet akarta. De az élet nem akart tőlem semmi mást, csak az igazságot, erre születtem. Nehéz megismerni, még nehezebb elviselni. De talán nem is lehet másként élni, csak az igazság jegyében. Igaz, olyan ez az öntudat, mintha valaki mindörökké dinamittal járna az emberek között. Nem lehet gyakorolni az igazságot, mert az emberi élet nem bírja el. De tudni róla, hallgatagon, mint az Istenről, ez az élet értelme. Mindenki meg akart alázni, magáévá akart tenni, a tömeg és az egyesek is, a munka és a nők, a halál és az öröm. De van egyfajta szabadság mindezen felül, melyet nem vehetnek el többé tőlem. Megértem valamire, az életre, vagy a halálra. Az igazságra értem meg, arra, hogy elviseljem az értelem fegyverzetében a világ és a halál ostromát. Milyen érdekes és egyszerű most minden.